A jótékonysági családi délutánon arcfestés, csillantetoválás, hajfonás és mosolyfotó is várta a kicsiket és nagyokat. A Légy jó címet viselő rendezvényre támogatói bónok megvásárlásával lehetett kilátogatni, a cél pedig a helyi óvodák és bölcsödék segítése volt. A program a Magam Egyesület és a Maglódi Kábítószer ügyi egyeztető fórum szervezésében, valamint az önkormányzat és a civil egyesületek támogatása mellett jött létre. A maglódi óvodák, illetve a maglódi bölcsöde a jótékonysági rendezvénynek a célcsoportja. A maglódi Magam Egyesület és a maglódi kábítószerügyi egyeztető fórum rendezésében került létrehozásra ez a rendezvény. Kik támogatják? Maglód város önkormányzata, egy maglódi nagyáruház, civil szervezetek, civilek, és értelem szerint a Magam Egyesület és a KEF. Kik lépnek fel, kik vesznek részt, akár standon kitelepülve, vagy bent a színházteremben? Ja, hát bent a színházteremben láthatunk akrobatikus rock and rollt, láthatjuk a Magyar Harcos Sportegyesületet, hip-hop dance csoport lép föl, a maglódi Kacamajka Néptánc Együttes, Mirabel Tánc csoport, a maglódi mazsorettek, illetve a kung fu tart egy bemutatót. Itt az aulában kik rendeztek gyűjtést? Civil szervezetek, illetve civilek. Nagyon sok rendezvény van, nem szeretnék senkit kihagyni, de van arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás, kézműveskedés, mosolyfotó. A jótékonysági eseményen a Csemetekert Gyermekszínház legújabb előadását tekinthették meg, emellett a Maglódi Nők Klubja garázsvásárt is tartott a magházban. A bevételt jótékony célra a Mindenki Karácsonya rendezvényre fordítják.